A reptéri kalamajkákkal folytatjuk, és itt a kalamajka az nagyon enyhe kifejezése ahhoz képest, hogy mekkora bosszúságot tud okozni, amikor egy gép késik. Hát még akkor, hogyha a Stuttgarti meccsre tartanak a szurkolók, mert pedig ez történt vasárnap este sok honfitársunkkal mindenről. Az Egek Urablog szerkesztőjével Varga G. Gáborről beszélgetünk. Szervusz, jó, Szervus, jó kívánok! Reggelt. És ráadásul, ha én jól számolom, akkor az elmúlt egy hétre három ilyen nagy vízhangot kiváltó eset is öm, jutott. Az egy egyik az, az történt, hogy a Ferihegyen várakoztak azok, akik Budapestről Antaljába próbáltak eljutni, hogy 19 órát várakoztak, ez a bizonyos tudgási eset, ez egy 4,5 és fél órás késést jelentett, és ma reggel talán a 24 24.hu írta meg az utózó majom értesülése alapján, hogy a Ryanair Barcelonából Budapestre 26 órás késéssel hozta haza az utasait. Talán kezdjük ezzel a Stuttgarti esettel, mert hogy ugye a szurkolók itt nagyon-nagyon joggal kivoltak voltak akadva, és nagyon sok információ, vagy sok érvelés ennél a bizonyos résidőnél ki. Ez pontosan mit jelent, és általában mik állnak az ilyen nagy késések mögött? Onnan kell kezdeni, hogy a nyár, június-július-augusztus az északi kontinens vagy az északi féltekén az egy nagyon zsúfolt a légtér szempontjából. Ilyenkor megy utazik mindenki, ilyenkor megy mindenki nyaralni, ezért sokkal több repülő van a levegőben, mint mondjuk áprilisban vagy februárban. A résidő az a légiforgalom irányításnak az egyik nagyon fontos, nekünk szakszó, nekik meg egy eszköz. Az a időnek nevezzük azt az idősávot, ez egy nagyon rövid idősáv, amikor a repülőgép fel tud szállni, annak érdekében, tehát hogy megtegye biztonságosan azt az útvonalat, ami neki ki van jelölve, és sajnos, amikor zsúfolt a légtér, az nem úgy van, hogy most készen vagyunk a beszállítással, minden rendben van a repülővel, és akkor elindulunk, hanem ott sajnos valamikor ki kell várni, hogy felszállhasson a repülő. Korábban például London felé elképesztő vicces helyzetek voltak, szinte minden nap előfordult, hogy ha a gép nem tudott Budapestről időben elindulni, akkor volt, hogy másfél-két órát kellett várnia, mert ugye a résidőben minden bele számít, az adott útvonalon a légtérben lévő forgalmi helyzet plusz még a repülőtérnek, a, tehát a fogadó repülőtérnek a leszálló folyosói, az ottani beton, ahol ugye a repülőgépek gurulnak, és még a terminál mellett és kialakított hogyha... hely szabadon rendelkezésre állásai, Igen. szóval ez egy nagyon-nagyon bonyolult -ha. rendszer. És hogyha ebben mondjuk egy műszaki meghibásodás belejátszik, amit ugye például a, a Euro Airbus gépével történt, akkor borul az egész. Akkor teljesen borult, tehát az egész olyan, mint egy dominó, és és az teljesen a légitársaságon, a repülőtéren és a földi kiszolgálón kívül álló dolog, hogy, hogy, hogy mikor lesz megint szabad idő. Ha szerencséjük van, akkor negyed óra múlva, ha nincs szerencséjük, akkor sajnos sok óra múlva. Viszont ami nem rajtuk kívülálló dolog, az a tájékoztatás. És ugye ezt nagyon-nagyon sok utazó hiányolja, hogy órákig ott vannak, és fogalmuk sincs, hogy éppen mi történik. Ez miért így alakul? Az igazság az az, hogy én is voltam már számos esetben részese ilyen késésnek, és én is mindig úgy éreztem, hogy a tájékoztatás nem elégséges, de valójában ugye a repülőtereken egyre inkább az a tendencia, hogy, hogy nincsen minden percben bemondás, hogy hogyan alakul egy-két járatnak a beszállítása, a indulása. Ezeket a repülőterek próbálják minimalizálni egész egyszerűen, mert meg lehet őrülni egy olyan terminálban, ahol minden percben csenget a csengő, és valaki mond valamit. Szóval, hogy jó, ez egy trend. Olyat, hogy SMS. De, de közben pedig vannak az applikációk is, meg a, Ládául, igen. meg, a, meg a légitársaságnak az applikációi, meg a járatkövető alkalmazások, ahol azért viszont lehet követni, hogy, hogy egy járatnak hogyan alakul az indulása. És igen, az egy sajnálatos körülmény, hogy amíg egy mondjuk egy több órát késő repülő beszállító kapujánál nem áll ott szolgálatban több órán keresztül az a reptéri személyzet, aki minden egyes utasnak meg tudná mondani, uh -huh. hogy akkor mikor lesz, főleg akkor, amikor a legtöbb esetben ugye még ők sem tudják. Ö, ö, még egy picit beszélünk az Antalya problémáról, mert ugye ugye 19 órát várakoztak Ferihegyen a San Express utasai, és ott 11.35-kor kellett volna elindulni a gépnek, és több utas arról számolt be, és illetve utána pontosította ezt a légitársaság, hogy először 14 órakor kaptak fejenként 10 euró értékű étkezési utalványt, aztán 20 órakor euh, még 11 ezer forint értékben frissítő csomagot, ételt, italt. Itt ennek mik a szabályai, hogy mikor kap valamit, illetve szállást mikor ajánlanak föl, mert hogy ez is nagyon el tud húzódni. Sajnos gumiszabályok vannak ezen a területen érvényben az Európai Unióban, tehát a szabály arról rendelkezik, hogy megfelelő vagy A szükséges mennyiségű ellátást kell biztosítani, De ha és hogy mi a szükséges mennyiség. vagy a gyógyszere ott van benne a pont gyázni, Fuh, és nem Az, az, tudja, a, a, hogy a, az egy másik téma. Az egy másik téma. Én erről az utasoknak csak azt tudnám javasolni, hogy létfontosságú, rendszeresen szedett gyógyszert egy ilyen utazás alkalmával, soha ne csomagoljanak mm. a feladott polgyázban, még akkor sem, hogyha a repülőgép menetrendszerűen közlekedik, mert lehet, hogy a csomag nem fog vele menetrendszerűen közlekedni, tehát mindenkinek azt tanácsol. Hogy két napnyi gyógyszert, és ha lehet, még váltóruhát is a kézitáskájába vigyen magával, az a legbiztonságosabb, maximum nem lesz rá szükség. Uh, ami pedig az ellátást illeti, hát uh, én szerintem egyébként ez egy korrekt ellátás volt ebben az esetben. Uh, én volt jártam úgy Olaszországban, hogy négy euró volt a szükséges ellátás. Négy euró? És akkor itt nincsen semmi jogorvoslat érdemben, annyira gumia a szabályozás, vagy, vagy, vagy itt ha valaki a sarkára el, és végigjárja azt a bürokratikus folyamatot, akkor... Egy, aztán egy, egy másik nagyon fontos szabály, hogy ha lehetséges, akkor ne legyünk anyagilag annyira kiszámolva, hogy ezekre a reptéri juttatásokra, vagy légitársasági juttatásokra szorulunk. Ebben a tekintetben, hogy mit ad a légitársaság, nagyon nehéz bármiféle utólagos jogorlosvatlatot kezdeményezni. Az viszont nagyon fontos, hogy egy technikai ok miatt bekövetkezett késés az alapvetően kártérítésre kötelezi a légitársaságokat, tehát mondjuk Törökország az, az hiszem még távolság alapján a 250 eurós kategóriába van, hogyha egy repülőgép többet késik, mint három óra, akkor minden utasnak jár 250 euró utólag. Ez ny nyilván nem azt jelenti, hogy a terminálba ki kell fizetni az embereknek, de ezt be kell nyújtani az igényt. Uh, EU-s bírósági ítéletek tömkelege van arról, hogy a technikai hiba az nem mentesíti a légitársaságot a felelősség alól. A résidő egyébként nagyon sok esetben akár mentesítheti. És mi van, hogyha a késéssel nem csak a mondjuk a pluszköltségek növekednek, de az ember mondjuk lemarad egy mesről, amire súlyos pénzeket fizetett a jegyér, vagy lemarad egy csatlak vagy lemarad valamilyen... Ö tehát valamilyen pluszköltség. A légitársaságok a, a csatlakozásokat garantálják. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki egy forgalmi ok miatt lemaradt a csatlakozó járatáról, akkor ingyenesen átteszik a uh -huh. másikra. Hogyha az ember okosba intézte és különvette meg mondjuk a csatlakozó jegyeket, akkor viszont a csatlakozási időt azt elég vonalúan kell hagyni és kiszámítani. És én bár és a nagyon, már, megér, már nagyon megértem a, a, a szurkolóknak a felindultságát, de a lehető legőszintébben mondom, hogy én bizony egy este meccsre, nem egy 16-35-ös géppel indultam volna Jó, ez mondjuk valószínűleg jogos. Ugye azzal kezdtük, hogy nagy, túl nagy a forgalom ilyenkor nyáron a, a légtérben, túl is vállalják munkat a légitársaságok? Ezt azért el lehet mondani, hogy arccal a profit felé? Legalábbis, ami a, ami a légtérzsúfoltságot illeti, nem vállalják túl, mert az nagyon szépen le van szabályozva, és alapvetően nem a légitársaságok határozzák meg, hogy mennyi repülőnek kérnek előzetesen Üzemeltetési engedélyt. Az elmúlt egy-két évben a COVID után az, az egy Tendencia volt, hogy hogy mondjuk nem volt elég repülőgépük, vagy meg még inkább személyzetük arra, hogy üzemeltessék a nyári járatokat, vagy menet közben borult meg a dominó, de alapvetően szerintem most már ebben nyugalom lesz ezen a nyáron. Az utószezon mondjuk Szeptember közepétől indul, és ha valaki tudja akkorra tenni az utazását, akkor kevesebb rizikót. Hát, a akinek nincs gyereke, mondom? és nem kell iskolai szünetekhez alkalmazkodni, csak azt tudom ajánlani, Én hogy inkább, az... inkább repüljön szeptember, október. Barra gégából köszönjük. sepa